Mindenképpen megpályázom. Szollár Anna néhány hete végzett az Újvidéki Egyetem bölcsészettudományi karán. Diploma utáni képzésben gondolkodik, ezért fontosnak tartja, hogy a Magyar Nemzeti Tanács mostantól a posztgraduális és a mesterképzést is támogatja. Nagyon jó lehetőségnek tartom, hogy a Magyar Nemzeti Tanács újabb eséllyel bővítette az ösztöndíj programját. Az új ösztöndíj programot három pillérre építik. Váradi Tibor, az MNT nyelvhasználati bizottságának elnöke saját vagyonából 100 ezer dollárt. Az MNT ugyanekkora összeget adott bele. Az MNT elnöke pedig 1 millió forinttal támogatta a kezdeményezést. A harmadik pillér pedig az, amit az ösztöndíjasok visszafizetnek, ugye miután diplomáztak és elhelyezkedtek, illetve az, amit vajdasági magyar tehetős emberek befizetnek ebbe az ösztöndíj alapba. Havonta 150-160 eurós támogatásra lehet pályázni. A program egyfajta ösztöndíj hitelként működik, de csak egy részét kell visszafizetni, miután a hallgató munkába állt és rendszeres jövedelme van. A pályázat július közepén jelenik meg, és szeptemberig lehet jelentkezni.